Tehetséggondozás az országos tehetségkutatók módjára. A Fehérvár hangja vetélkedés nem csak a székesfehérváriak számára adott lehetőséget a kibontakozásra, de szinte a teljes Fejér megye tehetségeit hívja, hogy rangos zsűri előtt mutathassák meg tudásukat. Arra gondoltunk, hogy egy fantasztikus lehetőség az, amit mi tudunk adni ezeknek a fiataloknak összefogva a várossal és a többi szervezővel, hiszen ez a város hagyományosan felkarolja a fiatal tehetségeket különböző témakörökben. Idén ennek egy újabb lehetősége a Fehérvár hangja, ahol azok tudják megmutatni magukat, akiknek a torkukban több van az átlagosnál. Jó időben és jó helyen találkozhatnak a fiatalok, hangsúlyozta Péli Barna, a döntéshozó szakmai grémium elnöke. A tehetség elengedhetetlen ugyan, de a zenei alapképzés is fontos, nem beszélve a szorgalmi tényezőkről, tette hozzá. Mindenképpen fontos a tehetséggondozás, azért nagyon fontos, mert a, hogy mondjam, egy tehetség nem feltétlenül ismeri fel saját magáról, hogy ő tehetséges, csak azt érzi, hogy van benne valami olyan dolog, ami ki akar törni. Nyilván olyan emberek, akik ehhez értenek, azok pontosan tudják azt, hogy mik azok a lehetőségek, tehát mik azok a formák vagy módszerek, amivel ki lehet csalogatni, hogy úgy mondjam, a palackból a szellemet. Az adottság önmagában még nem elég. A csaknem 90 fiatal számára a december 9-i döntőig megadatik az a lehetőség, hogy a hozzáértők segítségével fejlődhessenek. A hang, a szín és a tér találkozása bizonnyal segít ebben. A kezdeményezés pedig nyitott fülekre és szívekre találhat.